Az őrölt paprikapor a magyar konyha legjellegzetesebb fűszere. Ebből készül a pörkölt alap, ettől lesz piros a kolbász, sokan a rántottát sem tudják elképzelni nélküle. De a jó minőségű paprika nem olcsó, az előállítása pedig nagyon munkaigényes, ezért egyre kevesebben foglalkoznak vele. Szabó Péter azért hagyta ott a jól fizető menedzseri állását Angliában, hogy itthon, a kalocsa melletti bátyán folytassa a családi hagyományokat. Tehát, hogyha ezt berakod egy fém dobozba, és egy hét után kinyitod a kupakot, tehát erre esküszöm, olyan paprika illata van, hogy hihetetlen. A videó és a sikeres vállalkozások támogatója az Erste Bank. Mi hozott ide? Nem tudok nektek válaszolni. Ez úgy történt, hogy Angliában elég 15-6 óráztam, olyan nyomtam a szekeret. Mindenáron szerettem volna venni egy lakást így önerőből. Elmentünk Kenyára nyaralni, azt mondtam, hogy megérdemlem. Meg lett a felsőfokú nyelvvizsga. Órákat ültem a tengerparton, néztem azokat az embereket, hogy élnek. Én visszamentem Angliába és fölmondtam. Tehát, és akkor elkerültem haza, egy budapesti cég, Ázsia, Európa, minden ország, utaztam, mindent fizettek, tolmácsoltam, tök jó volt. Aztán egyszer csak valami bekattant, és azt mondtam, hogy hazamegyek paprikát termeszteni. Apám megörült. Főnököm az nagyon szigorú volt vele, már mint a Telekomnál, de mondhatni, ő tanított meg arra, hogy ha még rosszul is megy a szekér, sose a csalás és a rossz minőségű szolgáltatás vagy termék legyen előttünk. Tehát nem azzal kell spórolni, és lehet, hogy nem keresünk semmit, de megtartjuk. Tehát ott a vásárló és a vevő megtartása volt a cél, hiszen hosszú távba gondolkodott, és ezt a mai napig tartom, én vagyok a paprikával is. Tudom, hogy nagyok az energiaárak, tudom, hogy nagyok a költségek, de nem vagyok hajlandó technológiát lecserélni és olcsóbb alapanyagokkal keverni ahhoz, hogy csak több hasznot tudjak redukálni egy kilóra levetítve ahhoz, hogy megéljek. Tehát így is megélek, igen, most kevesebb marad, de hosszú távon ez sokkal kifizetődőbb. Mivel a klímaváltozás a magyar alföldet is súlyosan érinti, Péternek új megoldásokat kellett keresnie, hogy folytatni tudja a gazdálkodást. Például elhagyta a szántást, és miközben csökkenti a műtrágya mennyiségét, természetes anyagokkal javítja a talaj termőképességét. Itt látod, hogy milyen száraz a föld, elkezdett kapirgálni, és nézd meg itt milyen vizes. Látod? Nézd, ott a giliszta, most ment vissza. Az öntözések száma lényegesen lecsökkent, hiszen a humusz és a szerves anyag a talajban sokkal jobban tartja a nedvességet, tehát nem kell 5 naponta locsolni, hanem csak 2 hetente. És én ezt az utat szeretném folytatni, hiszen az ember is, ha jó ételt eszik, akkor egészséges, nem kellenek a vitaminok. Na most, ha egészséges a talajunk, akkor a növény is egészséges lesz. Látod, ez sokkal finomabb, tehát ez a harmadik őrlés, tehát az első, második, harmadik, negyedik. És látjátok azokat a pici, azok még magdarabok benne. És mivel tiszta, tehát nincs benne csuta, ezért mondjuk ha főzöl egy pörköltet, akkor egy 3 órás marha pörköltnél is az utolsó 1-1,5 órába rakom bele a paprikát. Én nem is ajánlom, hogy tedd bele az elejétől fogva, meg keserű lesz. És nem azért, mert rossz a paprika, hanem hogy annyira tömény, meg tiszta, hogy az megég, igen. És tök szépen föl fog oldódni. Jön az új ember, mondjuk új ügyfél, és kér tőlem paprikát. És én onnan tudom eldönteni, hogy fog paprikát venni, hogy ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Tehát bejön a szakács, megnézi, mennyi az ára, már nem is érdekli. A másik, az jó, semmi baj, fog egy olajat, meg egy zsírt, belerak egy-egy kanállal a lábosba, megmelegíti a tűzhelyen mind a kettőt a konyhába, egy kanállal belerak ebből a paprikámból, egy kanál a másikba, lehúzza a tűzről, összekeveri, megszagolja, megnyalja, jó öreg, hozd a paprikát. Tehát ebből látom, hogy tudja, hogy kell letesztelni. Nem az, hogy színre, tehát színt lehet csinálni. Tehát a mai kémiai világban úgy lehet színezni, módosítani, ahogy akarsz. Tehát ez a vásárlók megtévesztése, de tehát igazán ért hozzá, az így csinálja meg. Az engedélyek, a gépek, azoknak a karbantartása. Tehát most 10%-ot puszt raktam arra, hogy fejlesztésre kénytelen vagyok. Tehát úgy elfogadták.
elfogadták. Tehát én nem akarok minőséget csökkenteni azért, hogy olcsóban adjam. Ha nem kéred el a terményednek az árát, ami jó, ezt egy Tóth Sándor nevezető emberke mondta, a kávéházának a tulajdonosa, tehát akkor te nem becsülöd a saját munkádat, és ezt a Sanyi valahogy belém tuszkolta, és igaza van. Tehát ő is drágán adja a kávé, de érdekes, fel annyi kávéból kihozod azt az ízt. Nyugodt lelkiismerettel fekszek le aludni, gyerekek. Tehát tudom, hogy amit elvittek paprikát, az nem hozza vissza, mert az jó. Tehát ez maga a szárító gép. Az energiaárak azok elszálltak. 69 és 71 forintot fizettünk a villanyért, aztán az lett 287 forint. Tehát itt kénytelen voltam a profit egy részét napelemekre költeni, tehát ez egy ilyen beruházás volt. Viszont a földgáz az 187 forint nettóról 1500, tehát ez kimondhatatlan. Képzeljétek el, hogy az egy havi gázszámlánk volt ilyen 200-220 ezer, és ez most 1 millió lenne per hó. Tehát ezt már a 11.500 forintos paprika se tudja kitermelni. Nem tudom, hogy a jövőben mi lesz. Most két éve nagyon-nagyon-nagyon szenvedek. Itt az idei év az tényleg ilyen túlélős lesz. Tehát ha itt nem lesz egy drasztikus gázárcsökkenés, akkor nem fogom tudni megoldani. Hogy szárítom a paprikát, sajnos akkor itt a bezárás a szóba jött. Tehát ezt nem tudom elfogadni. Tehát itt jön megint, hogy egy vákumszárító, vagy elektromos szárító, de az nem úgy szárít. Tehát ott lesz egy... Tehát én eljárok kiállításokra, a külföldi szaklapokból próbálok meríteni, hogy milyen új technológiát tudnék elővenni, amivel könnyebben tudnék szárítani. Vannak is ilyen technológiák, de azért nem megyek bele, mert én ezt a technológiát elmegyek, megnézem, és hogy dolgozik, és hiába mondják, hogy egy vákumszárító leszárítja 4 óra alatt, egy gőzös szárító leszárítja 6 óra alatt, hát én azt mondom, hogy ami 120 fokon szárít, az akkor megint, tehát mi marad a paprikába? Tehát nincs benne festékanyag, nem lesz benne vitamin, nem lesz olyan az íze, és akkor majd külsőleg kezdem festeni, kezdek vitamin... Na, tehát ez nem. Ezt kitalálták az öregek, a nagypapáink. Itt csak modernebb lett a daráló, picit modernebb lett a szárító, de maga a hagyomány az megmaradt itt csak a technikai részét. Tehát ezen sem vagyok hajlandó változtatni. Tehát ez több száz éve működik. Jó a recept, akkor minek bonyolítjuk túl? Az én darálóm az kicsit máshogy működik. Tehát mi nem fölülről öntjük be a paprikát, hanem alulról egy rezgő adagolon keresztül visszük be a, mondhatni, a garat részre a paprikát, hogy már a kicsutázott paprika, de annak is van egy magágya, a magágy körül vannak ilyen fehéres por tartalmú ilyen erek. Ha én 100 kg paprikát ledarálok, akkor a ciklomból a vákum, mondhatni, átszívja a port ide a porszűrőre, és egy 100 kilóból még 2-3 kiló ilyen poros, narancssárgás paprika bor jön ki. Mi még azt is kivesszük a paprikából. Itt látszik, hogy ez már egy majdnem kész állapot, tehát ez sokkal, sokkal apróbb a történet. Kétszer szoktuk leengedni egy nap, itt oldalt szoktam pihentetni, mint a jó szakács a húst, és egy másik nap, tehát két nap múlva, amikor megpihent, kihűlt, akkor átengedem megint kétszer, és így nem éri el csak a 30-35 fokot. Tehát nekem is valamilyen szinten föl kell melegítenem a paprikát, hiszen a meleg paprikában jobban oldódik a magból kicsapódó olaj, mert itt a kalapács úgy szétveri a magot, hogy a kifröccsögő olaj a magból beszínezi a paprikának a húsát, és ezért nem adunk hozzá adalékanyagot. Tehát itt nincs színezék, itt nincs tartósítószer. Hát ez napi 8 óra. Hát ez csak fejvédő, meg maszk. A családnak van egy nehéz időszaka, az a szárítási időszak, amikor október elején beindítjuk a szárítót, és akkor én december 20-án, tehát én két hónapot itt alszom. Tehát itt éjszaka, tehát 3 óránként kinyitom a szárítót, megkeverjük a paprikát, megfordítjuk a kocsikat, hogy ne egy oldalról kapja a hőt, tehát ez is a minőségben nagyon pontos, és sajnos nem is tudok fölvenni, tehát próbálkoztunk, de senki nem úgy nyúl hozzá. Tehát itt, ha elrontunk valamit, tehát ha túlszárítjuk, megégetjük, keserül lesz, azt nem lehet visszacsinálni. Tehát most gondolod, hogy én elvetek egy magot, aztán három hétig várok, amíg csak az kikel, vagy csírába van. Hát ez egy kihívás, hogy
előkészítem neki a talajt, minden kikelés után, minden másnap kimegyek, kell-e valamit csinálni, kapáljunk, ne kapáljunk, adjunk neki egy kis trágyát, vagy most öntözni kell. Telnek múlnak a holnapok, és áprilisból lesz egy szeptember közepe, és ott van a te munkád gyümölcse, amit leszedsz, hazahozt, és itt a darálónál csattan el nálam mindig úgy az ostor, hogy amikor egy tömegbe belöntöm a paprikát, érzed azt az illatot, eljön a vásárló, rendel, és elmegy. És akkor jössz rá, hogy baszki, te ezért dolgoztál. Ezt én csináltam. Én, mint bátyai parasztgyerek, aki megjárta ezt, meg azt, meg amazt a világba, és igen, magamnak akarok bizonyítani. Rohadt nehéz. Tehát én nem a kicsempézett úton mentem, hanem a rohadt gödrös úton. Most is nehéz, most valamennyivel könnyebb, mert vettem modernebb gépeket, kicsit könnyebb ez a része, de értéket teremtek. Úgy fogok meghalni, hogy figyelj, ez volt a legjobb paprikás, vagy az egyik legjobb paprikás Magyarországon. Tehát ez így tök jó. Mondom, én nagyon sokszor főgyújtanám, mert idegileg el vagy elfáradt, stb. Nem jó, de évvégére az, amikor elviszik a terményt, vagy sokat a dicséret, akkor azért kompenzál. Mivel vannak traktorjai, vannak itt villanyszerelési munkák, tehát akár hova megyek, ahova visz az élet javítással, karbantartással kapcsolatba, hát én azt látom, hogy a 8 fős Esztergom pados műhelyből már csak az apa meg a fia van. Annyira gyenge az új generáció egy része, tehát tisztelet a kivétel, hogy ő 2 Esztergom paddal ugyanannyi pénzt keres, mintha 8 Esztergom padon. Tehát harmad éves szakmunkás, és nem tud menetet vágni. Másik része meg külföldön. Igen, a másik része meg külföldön van. Ebből is van jó példa, úgy, mint az én esetem. Tehát most én nem mindenkire mondom a generációt. Igen, vannak 35-40 éves emberek, akiknek van agya. Te megyek Kiskörösre, bemegyek egy gépgyártó műhelybe, mert van egy kardán tengelyem, amit nem tudok megvenni, nem is akarok, mert legyártják fel annyiért, és látok ott 30 éves annyira megszállott embereket, a figyelj, 10-15 ezer forintos órabért kap, mint mérnök. Hogyha tanulok, igenis szót fogadok, akkor van előny, van lehetőség. Hát itt ebben az országban is rengeteg lehetőség van. Tehát egy jó szakember milliókat keres havi szinten, és ez tök jó. Tehát én is kifizetem, mert jó nézni, hogy legyártja azt az alkatrészt, magyar ember gyártotta, magyar darálóba építem be, stb. Tehát így működne részemre a gazdaság. Na most, ha kimegyünk külföldre, mert én is kimentem, tehát ennek van jó oldala is, hiszen tanulunk nyelvet, tanulunk tapasztalatot, és akkor ne az legyen, jaj, mert akkor rossz a helyzet, és akkor kimegyünk külföldre. De hát az lehet, hogy haza is fog jönni. Tehát kérdezzük meg, hogy miért ment ki külföldre? Hát miért Széchenyi, meg ezek nem onnan gyűjtöttek tapasztalatot? Hát itt a gond az, amikor tényleg kimegy, és akkor ott látja a jövőt. Tehát elvileg apukám is hagyott, tehát mivel körbeutaztam a világot, kipróbáltam sok mindent, tehát nem tudom megmondani, hogy miért jöttem haza. Volt egy klikk a fejembe, aztán hazajöttem. Tehát a fateromat abban becsülöm, hogy nem nyomta a torkom, hogy igen, ezt csinálod, mert már fölépítettünk valamit, ha nem, akkor ez is ez lesz. Tehát nem. Menjen Pestre, próbál, lehet így lesz a gyerekeim is. Elmegy ide, elmegy oda, elmegy amoda. A fiam az focista akar lenni, a lányom az 6 éves, az ilyen fú, ilyen aktív, az nagyon szeret enni, meg jön, meg csinálja, meg gyúrja a tésztát, tehát benne előbb látok potenciált, mint mondjuk a fiamba. De hát Balázs meg nagyon ügyes, tehát rettentő jó focizik, ő focista akar lenni, és tanulmánya is nagyon jó, úgyhogy én meg abba támogatom. Tehát azt kell csinálni, amit szeretünk.